Edina a Patópál napok rendezvényén túl vagyunk. Tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ma rendezvényt szervezni Szlovákiában. Egyrészt az ember és a rendezők szeretnék betartani az előírásokat, másrészt viszont az emberek kedvére is szeretne tenni, és minél kevesebb problémát és gondot gördíteni az elé, hogy egyáltalán részt tudjanak venni az emberek. Augusztus végére tolódott a júniusi rendezvényünk, tehát mi mindennel várjuk az embereket a Tájházi Találkán 2021-ben. Így igaz, a 2021-es Tájházi Találkánk ugye májusban került volna eredetileg megrendezésre, akkor még nem engedték meg a járványügyi intézkedések. Most augusztus 28-án délután 5 órától szeretnénk megvalósítani ezt a programot. Nagyon lelkesen készülünk és bizakodunk abban, hogy minden az idő, a helyzet, a járványügyi helyzet minden mellénk áll és megvalósítható lesz ez a program, mert hogy szeretnénk, hogyha az emberek idén is eljöhetnének a Tájház udvarára, legalább egy kicsit hozzuk vissza azt, amit mi itt szeretünk, hogy szabadon leülhetünk, beszélgethetünk, szórakozhatunk, és egy kis kultúrműsort is láthatunk. Úgyhogy ez a célunk, hogy minél tágabb közönség számára újra biztosítsuk ezt a lehetőséget. Természetesen az összes járványügyi intézkedés betartása mellett, mivel hogy tényleg nem egyszerű a mi dolgunk, bárki szervez valamit, akkor azért ugye most elég sok előírás és sok rendelet betartandó. Mindezek ellenére mi igyekszünk úgy megoldani ezt a rendezvényt, hogy minél tágabb közönség ellátogathasson ide. Úgyhogy a helyszínre természetesen, mivel ugye evidálni kell a látogatókat, akkor mi is mindenkit evidálunk, de bárki eljöhet. Tehát magára a rendezvény helyszínére nem szükséges az oltási igazolvány, vagy nem szükséges a friss teszt. Úgyhogy a kultúrműsor megtekinthető, a Tájház udvarára beléphető úgy, hogy ezek mentesen, csak mindenki evidálva lesz, és egy karszalaggal fogjuk regisztrálni a belépett embereket. Aztán ugye, mivel ezekhez a rendezvényekhez hozzátartozik, hogy büfé és különböző étel-ital várja a vendégeket, ezt most sem szeretnénk nélkülözni. Annyi különbséggel, hogy a Régészeti Múzeum udvarán lesz a büfé részleg, és oda külön lesz a bejárás, és oda viszont fog kelleni vagy a negatív teszt, vagy pedig az oltási igazolvány. De azt hiszem, hogy ezt az emberek most már így a Patópál napok keretein belül megtapasztalták, működik ez a dolog, úgyhogy nagyon remélem, hogy itt is zökkenőmentesen fog menni ez a része a dolognak. Nagyon fontos, hogy említetted, hogy az ember egy kicsit szórakozzon, egy kicsit finomat, egyen finomat ijon, de azért mindenképpen a Tájházi Találka színpadán zajló események az, amire fókuszálni szeretnénk. Engedj egy kicsit betekinteni ebbe a programba, hogy mi minden várja az embereket, hogy augusztus 28-ára szabaddá tegyék magukat mindenképpen. Így igaz, egy nagyon színes programkavalkádot próbáltunk idén is összeállítani. Mivel a községünk idén ünnepli első írásos emlékének a 865. évfordulóját, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős esemény, és ennek a tiszteletére egy kiállítást tervezünk, a Tornác tárlatot, ami itt fog megvalósulni a Tájház Tornácán, és községünk 865 évének a történelmét képekben próbáljuk egy kicsit ötvözni, összeállítani és bemutatni a nagy közönségnek. Aztán lesz dalkör, lesznek kézműves foglalkozások a gyerekeknek. Lesz egy közös alkotás, Fessük meg Szőgyént címmel, ami egy mega festmény lesz, amiben nagyon szívesen várjuk majd a kicsik és nagyok bekapcsolódását egyaránt, ami szintén egy nagyon érdekes projektnek ígérkezik. Aztán ezen kívül lesz Danci Bónika zenés előadása, ami azt hiszem szintén kicsit és nagyot mindig megmozgat és megszólít. Ez egy
tulajdonképpen arra alapozva, hogy a zene az kell, az a mindennapi szükségletünk, és azt hiszem Mónika az ő angyal lelkével a leginkább tudja ezt számunkra transformálni, hogy hogyan is, miért is kapcsolódunk mi így a zenéhez, ahogy. Tehát az ő előadása is megtekinthető lesz. Utána pedig a Csavar Színház, a Helység Kalapácsa című előadását tekinthetjük meg, és ezután aztán az est fő programja egy különlegesség, ami még Szőgyén bennem volt. A For You a Cappella együttes látogat el hozzánk. Többen ismerhetjük őket, már a rádióban is szólnak számaik. Nagyon érdekes összetételű zenekar, három szlovák anyanyelvű és egy magyar anyanyelvű hölgy összetételében. Zene nélkül, teljesen csak is az énekkel adják elő ugye a produkcióikat. És az a különlegességük, hogy magyar számokat, szlovák számokat, angol slágereket, tehát abszolút nagyon-nagyon sokszínű repertoárra állnak a színpadra. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mennydörög, ezt tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhant felettem egy madár, tátongó szívében szöges drót, csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort magyar anyanyelvű tagjuk Borbélantos Katalin, akit többen Szőgyénből, esetleg a Kicsi Hang együttesből ismerhetünk,
és egy nagyon színvonalas produkció, amit ők kínálnak. Nagyon remélem, hogy belopják magukat a szőgyéniek szívébe is. Természetesen a tájházi találka az mindig egy színes nyárnyitó kavalkád, ami szinte rengeteg embert vonzott, hiszen akkor tudtunk először kijönni a szabadba és élvezni a kellemes időjárást itt a tájház udvarán, meg a kellemes környezetet. Terveztek esetleg estére is valamilyen táncos mulatságot, hiszen ez nélkülözhetetlen része szokott lenni ennek a rendezvénynek. Így igaz. A For You a Cappella előadása után Nagy Laci látogat el hozzánk, aki már nem első alkalommal lesz vendégünk, és ő fog egy kis ilyen színes esti zenét biztosítani éjfélig itt a tájház udvarán, tehát aki táncolni szeretne, arra is lesz lehetőség. Edina, most még abban a pillanatban vagyunk, hogy ugyanazok az előírások érvényesek, mint a Patópál napok megrendezésekor, viszont azért augusztus végével nem tudjuk, hogy mi fog változni, tehát mit kérünk az emberektől, figyeljék, olvassák, fogtok-e további információval szolgálni, hogy hogyan lehet majd belépni a rendezvényre? Igen, természetesen ugye ezek az előírások, mint látjuk a médiában, szinte napról napra változnak, úgyhogy mi sem tudjuk még előre, hogy egy hónap múlva mely rendeletek lesznek éppen érvényben. Amiket viszont felsoroltam, hogy evidálni fog kelleni az embereket, hogy karszalagot fogunk biztosítani azoknak, akik ide belépnek, és hogy külön belépés lesz a büfé részlegre, ezek már most biztosak. Tehát ettől jobb előírásokat nem várhatunk, ennél csak rosszabb lehet a helyzet, de nagyon bízunk benne, hogy ezek maradnak még nyár végéig, de természetesen az utolsó héten azért nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy figyeljék az aktuális előírásokat, és fogjuk informálni a közönséget arról, hogy esetleg, ha valami változna. És itt áll a zongorán egy fényes, régi lámpa. Talpán zöld a tűk, én vagyok a fény, a tűz, hogy láss az éjszakában. Petróleum, lámpa, milyen szép a lángja. Pam 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 Slovakia. And this is our new cover from Hungarian band Omega called Petroleum Lampa. So, if you like it, please share it and don't forget to subscribe to our channel. Oh yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.